Zolikám, honnan hívsz minket? Gesztelyből. Gesztelyből, Zolikám, Gesztelyből hív minket Zoli, és itt ül mellettem Sterbinski Garcs, és ő fogja neked elmondani, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ugyebár CD-t nem tudunk neked adni ajándékba, de belépőjegyet tudunk adni ajándékba. Jó. Jó, vagy esetleg kazettát? Sterbinski kazettát. Tudunk adni neked ajándékba, amit majd ugyebár még, hogyha lepostázzuk ide, tehát akkor körülbelül az olyan, az jövő hét szerdán vehető itt át, de megnyerheted most, ahogy érzed. Kazettát akkor. Kazettát, bevállalod. Jó. Ez így teljesen jó. Hát, akkor majd Karcsi elmondja neked, hogy mit kellene megtenned ezért, hogy legyen. A részleteket majd Laci barátom mondja el, ötszeressétek érte, én csak annyit mondom, hogy énekelned kell majd. Vállalod az éneklés? Elég erőteljesen. Igen. Tehát azért te hallottad már ezt a dupla puncsot máskor is, nem? És akkor tudod, hogy énekelned kell majd itt egy kicsit. Na, hát a nóta, amit el kell énekelned, a hírd a szerelem angyalát Hoffer Danitól, érted? Igen. Jó, rendben van, hát akkor nagyon fogunk figyelni rád, mert ugye mi itt Karcsival zsűrizünk. Abszolút. Abszolút Dani, amúgy beszélünk egy-két szót Daniról. Mi a véleményed Daniról? Mert ugye már te ismered. Na, persze, nagyon jobban vagyok vele. Sokat dolgoztam vele együtt még annak idején. Dani. A makkos cipős korszakban volt. Jó anyami egyébként. Ez a tuti, ez a jó. Ez erről van szó. Tehetséges, tehetséges. Tehetséges, jó, hát így van. Na, hát én szerintem neki, akkor... Neki szerintem jót tett, hogy császár előd mellől lekocolt főleg. Így van, hát előd mellől le kellett válni. Muszáj volt neki. Mostanában meg főleg jó. Itt vagy, Zoli? Igen, itt vagyok. Jó, Zolikám, akkor indítjuk a nótát, neked is a refrént kellene énekelni, előtte persze szólok majd, jó? És ugyebár felcsendül a nóta, ami nem olyan persze. Itt vagy, Zoli? Igen, itt vagyok. Zolikám, figyelünk. Az elejét természetesen fogom én is neked segíteni, tehát rezetet túl megszokhattad tőlem, hogy többször énekel. Én ezt szoktam énekelni, ezt már megszokott itt több, mert kívánságműsorban kérték, hogy énekeljen. Na, tehát... ne. Norbikám, készüljünk erre rá, ugyebár? Na, mire vársz, jó fej a srác? Még szép, hogy titkos a szám. Keresik őt, nyomoznak a nők, de te hivatkozz csak rám. Zolikám, te rám hivatkozz, és Danival együtt, itt vagy? Igen. Erről van szó, ahogy érzed. Nyert ügyed van, lángra lobban, én is így lennék. És most figyelj! Hívd a szerelem angyalát, jó barát, így van. Soha nem verát. Gyerünk, még egy kicsit! Na most még egyszer! Angyalát, jó barát, soha nem berát! Jaj, de jó voltál, Zoli, nagyon jó voltál! Zoli megnyerte a kazettát, korrektingbe, mondd meg! Ez a tuti, ez a jó! Zoli megnyerte a kazettát! Lehet egy kérdésem? Zoli, mi vagy? Te ugye tanultál énekelni? Zoli pedig, én a sárgázba szeretném leszerződni. Szóval ezt folytatnod kéne. Ezzel nagyon sok pénzt fogsz tudni majd keresni. Igen? Esküszöm neked. De hát ezt Karcsi mondja, akkor ez így van. Zoli, megnyerted a kazettát. De esküszöm le a kalappal eltet, hogy örülsz neki? Persze. Na hát akkor még annyit hagyj kérjünk tőled egy dupla puncs bekiabálást ide, karesznek meg nekem egy ez a tuti valami ilyet, amit tudod, amit ismersz. Ez a tuti, ez a jó. Így van, erről van szó, dupla puncs! És akkor már egy légy szíves vonalban, felírjuk a neved és címed, és megnyerted a Sterbi kazettát is, ugyebár 431-300 játszunk. Örülsz neki, Zolikám? Igen, örülök nagyon. Szereted a múlt Sterbist? Szereted a zenét? Igen, láttam a múltkor a House Farsangon is. Jaj, hát na látod? És ő is ott volt Gesztelyből a House Farsangon. Sáros patakon a Hálán, de te ott voltál, miért nigget? Nem kell ez a izé, tudod mi van? Hozd inkább a véred. Hallottad már egyébként a lemezt? Igen. Mi a véleményed róla? Szerintem nagyon jó. Oké, rendben van. Hát szerintem ez elég korrekt is volt ez a válasz. Zoli, megnyerted a kazit, maradj légy szíves vonalban, a technikus kollégám felír a neved és címed, és aztán jövő héten jöhetsz ide a stúdióba, ha be tudsz jönni, ha nem, akkor add meg a pontos címed, és akkor postán elküldjük, jó? És még valamit ne felejtsen, február 20-án itt vagyok a Highlanderbe, Sárospatakon. Ha tudsz, gyere el, nagyon sok szeretettel várlak téged, és ha odahozod hozzám a kazettát, akkor dedikálom is neked, jó? Jó. Na, akkor várunk téged Sáros. Zolikám, köszönjük szépen, hogy felhívtál minket, és mi mindig várjuk a telefonálókat, ugye, már folyamatos jelleggel, mert hát ugye más és egyéb merényletekkel készülünk most a telefonálókkal. Hát, te is készültél el a merényletekkel, ez igaz? Majd lesznek még, igen, tehát vannak még itt dolgok, kikészítve. Én is gondolkoztam egy-két dolgom. Igen, na hála jó Istennek. Hozd a véred! Hozd a véred, így van, erről van szó. Na, akkor zenéljünk és várjuk a telefonálókat folyamatos jelleggel.
Tabla Puncs, és ez még mindig a City Rádió, és én teljesen jól érzem magam, mert itt ül mellettem nagyon-nagyon kedves barátom Sterbinski Karesz. Te vagy az, Karesz! Még mindig te vagy az, erről van szó, és együtt vezetjük ezt a ma esti műsort, ameddig csak ráérsz, és ameddig csak lehet. Mondja nyugodtan Norbinak, lehet neki mondani, hogyha nem korrektív, akkor a srác, akkor azonnal rá is dolgozik neked. Jó lesz ez így? Norbikám, játékosunk van? Na, az nagyon jó. Tehát akkor a játékosunk ellen ismét egy kellemes merényletet kell végrehajtanunk. Az én mikrofonom jobb, azt mondod? Jó, hát tudod, az én mikrofonomat nem adhatom át neked. Ez az állandó kis korrekt, hosszú nyakú mikrofonom. Hagyj jöjjön a játékos. Te vagy az! Ki van a vonalban? Halló? Halló? Sziasztok! Szia! Halló. Kit üdvözölhetünk? Erika vagyok, Miskosról. Erika. Hát Erika, te mit szeretnél nyerni? Én egy CD-t, ha lehet. CD-t? Azt nem tudunk adni. Én ezt az előbbiekben is elmondtam. CD-n kazit. Kazit azt tudom. Nem jön be! Ez rajtad múlik, tehát ameddig úgy érzed, hogy ahogy érzed, érted? A kazettákkal lehet, de a kazettát azt valószínűleg csak jövő hét szerdán tudjuk odani, körülbelül addigra fog megjönni a postán. Jó lesz, akkor is. Jó, rendben van. Hát el kell, hogy mondjam, neked is egy nótás kedvű napot fogunk most okozni, de te viszont nem Hoffer Danit fogsz énekelni, mivel hölgy vagy. Igen. Szeretném, hogyha negyediként belépnél a bestiák mellé. Lehet ez? Lehet ez? Igen. Fáj még, ha néha felhívsz. Jó. Érted? Akkor szerintem indíthatjuk a nótát, Karesz. A refrént kell csak. A refrént kell énekelni, jó. De ha tudod teljesen a szöveget, az is mehet. Jó. Jó, rendben. Belépek, ahogy tudok, jó. Bestiálisan jónak kell lenned, Erika. Tehát azt szeretném mondani, hogy a bestiek eddig hárman voltak, mostantól négyen. Tudod, a kazetta a tét. A kazetta a tét, és fáj még, ha néha felhívsz. Nekünk nem fájt, hogy felhívtál. Indul a nóta. Nagyon kellemesek a lányok, én nagyon bírom őket. Karesz, te hogy vagy a bestiákkal? Vagy valami? Szerintem őket. Igen, nagyon aranyos. Én már megmondom őszintén, tehát én nagyon gondolkozom, egyszer meg fogom ide hívni őket adásra. Igen, szerintem nagyon jó külföldi zenét játszanak tőle. Igen, ez az igazi külföldi brothers. Csesztovák. De lehetne dél-koreai sztárvának, dúj! Vagy trió. De jól csinálják, amit csinálnak, tényleg. Jól tátognak. Jó, nem tátognak, nagyon jó hang. Ne bántsd őket, én imádom őket. Ez még csak egy kis bejátszás, a lányok kicsit alád dolgoznak, hogy tudd, hogy miről lesz szó. Érted? Igen. Lesz előtte egy kis ének. Beti. De rád ne törjön rád a félelem, Erika, semmi kép. Oké. Érted, mi van? Újra csak veled, Erika, csak veled! Látok minden! Már itt is énekelhetsz, nagyon korrekt! Gyerünk! Te voltál! És Erika az istennő Miskolcról refrént fog énekelni a bestiákkal! És most jön! Fáj még, ha néha felhívsz! Önnyes lesz a szemem, hihazol nekem! Fáj még, de nem akarom! Volt már ilyen alkalom. Nagyon jó volt a Karesz, tapsoljunk meg Erikát. Nagyon jó volt, Karesz. Vannak mögötted, Erika, hanyan vagytok? Vagyunk még. Segítettek. Ki segített? Mondd el. A nővérem. Ez nagyon lennek, egy gyakorolták. Akkor a nővéred is szóljon bele a telefon. A nővéred. Együtt, kórus. Megbetegedtem, bocsássatok. Sziasztok! Na erről van szó, tehát érted, miről van szó, ezt akartam neked mondani. Jók vagytok, szuper! Hogy érzed? Oké, tehát akkor szeretitek ezt a dupla puncsot? Nagyon, szeretünk meg! Nem, jók vagyunk meg, álmokutók meg! Jaj, de jó! Ennek nagyon örülünk, álmokutók! Ez a jó! Megnyerték a kazit! Megnyerték a kazit! Jaj, na látod, tessék, akkor egy dupla puncs üvöltést Karesznak tegyétek meg, Karesznak egy dupla puncsot. Hát tehát azt kell bekiabálni, hogy dupla puncs hajrá, Sterbi, tessék! Dupla puncs hajrá, Sterbi! Erről van szó, dupla puncs, így van. Maradjatok vonalban, felírjuk a nevetek és címetek. Okay. És a kazit lesz a stúdióban, jövő hét szerdán át lehet venni, jó? Csak el ti is, hogy február 20-án a Sárospataki Highlanderben nagyon szívesen dedikálom nektek a kazettát, ha eljöttök és oda hozzátok nekem, jó? Jó. Február 20-a Sárospatak Highlander. Erről van szó, tehát február 20. Sárospatak dupla puncs parti, ugye, mert ezt tegyük hozzá, dupla puncs parti, és Sterbi. És ezzel a partival kapcsolatban el kell, hogy mondjuk, hogy ott lesz még Nagy Ági is, a 97-es, hát nem tudok beszélni, 7-es, tehát nem tudom, mi van velem. Tehát Nagy Ági is ott lesz a Miss Universe Hungary, de elég angolos voltam, Karesz? Vagy ez neked mi? Nekem ez nagyon-nagyon.
És ő fogja osztogatni majd Sterbinski Karcsi CD-t. Tehát lesznek ott sorsolások, tehát lesz ilyen azért. Ja, ez nagyon érdekes lesz. Megnézzük. Na lányok, köszönjük szépen, hogy felhívtatok, maradjatok a vonalban. Jó, és még mindig várjuk a telefonálókat. 431-300, folyamatosan játszunk. És most a tét, 2 darab belépő egy február 20-ára, szombatra a Sárospataki Highlanderbe. Tehát aki felhív minket, és természetesen a mi kis csalafinta ötletünkre tud esetleg válaszolni, vagy énekelni, az 2 darab belépőjegyet nyerhet Sárospatakra a Highlanderbe február 20-ára. Tehát hívjatok 431-300. Robot a szövesek egyszer! Ez a tuti, ez a jó! Dupla pulis! 18 óra 48 perc van, és gyűlünk itt a stúdióban, Kareszkám, azért érzed, hogy érted? Egyre jobb a feeling, lesz itt a buli, nagy buli lesz itt. Jó, én ezt megmondom neked, tehát itt egészen 10 óráig meg fognak az emberek teljesen örülni, és remélem Miskolc hozza a vérét úgy, ahogy eddig hozta, és továbbra is hozni fogja folyamatosan, mert muszáj, hát ugye muszáj hozni muszáj a vérüket. De hát én még nem csalódtam ebben a városban, megmondom őszintén, eddig minden adásomban nagyon-nagyon sok telefonáló volt, és nagyon sok ajándékot kiosztottunk, és ugyebár most 2 darab belépőjegyet fogunk kijátszani, majd valakinek ha bejelentkezik. Te vagy az, halló! Miskolcról. Tomikám, Miskolcról, melyik részről? A Szentpéteri kapu. Szentpéteri kapu, így van. Tomikám, akkor 2 darab belépőjegy lenne itt a tét. Február 20-a, dupla punch party, Highlander, Sárospatak, ahol ugyebár a mellettem ülő fiatalember fog zenni. Kareszkám, légy szíves, egy-két szóban, ha Tomit üdvözölnéd, ahogy érted. Szia Tomikám, üdvözöllek téged. Hello! Szoktál járni Sárospatakra? Nem szoktam, mert 13 éves vagyok. Mennyi vagy? 13. Jó, hogy 13 hát éves, akkor neked nem adhatunk belépőjét, akkor neked valami mást kell adni. Kazi? Jaj, de jó! Kazi, na akkor ezért egy nagy üvöltés. De milyen kazit várja azért? Milyen kazit? Szervinszki kazettára. Ha erről, akkor egy ez volt a reklámhelye. Igen, akkor Szervinszkinek egy nagy üvöltés. Erről van szó, érted? Tehát Karesznak egy üvöltés. Még egyszerben nem hallottam, légy szíves. Ugye mondom neked. Na figyelj ide, más sem kell tenned ezért. Mit kell tennie? El kell énekelned egy számot, egy számnak a refrényét. MC Havert ismered? MC Haver, érted? Öcsi sajt. MC Havert ismered? Nem igazán, nem lehetne inkább a bestiák? Te azt akarod a bestiát, akkor te már magadtól kéred, amit énekelni szeretnél. Te azért tudsz valamit. Nem, figyelj ide, nem a bestiákat, hanem MC Havernek a Megdöglött a Bíró Lova című számát kell énekelned, és a kedvedért egyszer lenyomjuk neked a refrént, hogy meg tud hallgatni, és utána bele kell, hogy énekelj. Benne vagy? Jó. Tehát egy kazetta a tét, tehát itt nagyon oda kell figyelni. Jó, hát akkor szólok neked, mikor jön a refrén, nagyon figyel majd. Jó. Tehát haver ő azért csak haver. Haver. Érted, így van MC. Megdöglött a Bíró Lova, elnyarga az élete tova, nem fáj, a múlás fája, kimúlt, kinyúlt, nem jár a szája, szemeket üllet, egyedül lett. Ez tényleg így, ahogy hallom. Az úgy, várjál, még hallom. Ez így meg is jelent? Persze. Technonóták 2, testvérem. Aha. Correcting. Szép gyerekek. Jó zene. Ez az. Fog ez benni? Lehet? Igen. Na jó, akkor Norbikám, légy szíves, a refrénig nem kell az elejéig, csak a refrénig tekerjük vissza egy picit, és akkor hagyd menjen a refrén, és még vissza egy picit, még előre, hogy azért rá tudjon készülni. Na figyelj! Most! Lett a bíró lova, de meg van bíró lova. Dudogassál rá! Ne, azt hiszem ezután egy Sterbinski felüdülés lesz. Jó, hát megnyerte a kazettát, szerintem mindenképp. Te hagyj kérdezzek valamit, az előző stílus közel hozzád, szereted azt a fajta stílust, amit is énekeltünk? Annyira jó van benneket, hogy csodálkozom. Nem igazán. Nem, de hát ezt megmondom őszintén, tehát nálunk ezek a merényletek megszokottak. Hát egy Sterbinski kazettája. Na látod? Bármit, ugye? Na érzed, bármit, tehát ahogy érzed. Életed. Jó, rendben van, megnyerted a kazettát, maradj légy szíves vonalban, felírjuk a neved és címed, és a kazi az ugye jövő hét szerdára lesz majd esedékes itt nálunk a City Rádióban. Jó, okay? Jó, köszönöm szépen, hogy hívtál, és akkor a 2 darab belépőjegy, legyen most már legyen a 2 darab belépőjegy, tehát ha valaki felhív minket, az 2 darab belépőjegyet fog kapni szombatra, Sárospatakra, a Highlanderbe, és ki fogunk neki találni valami kellemes kis feladatot. Jó, addig kitaláljuk, ami... Ettől valami jobbat egy kicsit most. Azt ettől szépen. Talán jobbat. Meglátjuk. Korda Gyuri van esetleg? Az is, korda, virágeső, meg minden. Ahogy érzed. Na, tehát 2 darab belépőjegy, hívjatok 431-300. Jött is egy kedves játékos hallgató, aki szeretne itt
élőben nekünk énekelni, és el kell mondjam, Karesszal azért megbeszéltük ezt, nem gondoltuk ennyire komolyan ezt a dolgot, de hát Balázs itt van mellettünk, és Balázs ő véresen komolyan gondolta, tehát azért ne induljatok el ide a stúdióba, mert nagyon kicsi és nem férünk el. Inkább telefonon próbáljatok minket hívni, 431-300, és egy kicsit meg kell törnöm itt a jó hangulatot, azt hiszem, mert gondok vannak az időjárással. Az időjárással nagyon-nagyon nagy gondok vannak, ugyanis a megye területén újabb havazás kezdődött. Erős időnként viharos erejű északi, észak-keleti szél fúj. Ezt papírról olvasom, tehát észak-keleti szél fúj. Jelenleg a lehullott hó mennyisége 20-35 cm, a bükkben 35-40 cm. Az eddig megtakarított utak folyamatosan újra befújódnak a szél által, tehát tiszta hó lesz az út, és helyenként 100 km/h szél fúj. Tehát nagyon vigyázzanak azok, akik autóban vannak és autóban hallgatnak minket, nagyon vigyázzanak, nagyon erős a szél is. Le ne sodorja őket az útról. És ugyebár van egy másik nagyon rossz hírünk is ezzel, megint az időjárással kapcsolatban, Karesszkem, tehát ezt neked is mondom, nem kell elindulni haza, itt kell maradni Miskolcon, nem kell sehova menni. A 3-as számú főút Emőd-Vatta közötti szakaszán kocsik torlónak, nagyon-nagyon lassan halad a sor, vagy már lehet, hogy azóta nem is halad a sor egyáltalán. Tehát állnak az emberek, és remélem, hogy minket hallgatnak, mert ez a dupla puncs, tehát minket hallgassatok, és könnyebb lesz elviselni ezt a cudar időjárást. A Harsány-Vattai úton szintén kocsik torlódnak, és Miskolcról Budapestre sajnos nem lehet eljutni. Tehát Budapestre senki ne induljon el, mert az autók állnak az autópályán vég, és az a 3-as számú főúton is állnak vég, és egyszerűen nem tudnak hazamenni az emberek. Sajnos a mai éjszakát az autójukban kell tölteni. Az fog pórul járni, aki nem tankolt rendesen, ugyanis a benzinkútig sem lehet eljutni, és ugyebár járatni kell a motort, hogy legyen fűtés, de ha kifogy a benzin onnantól kezdve, ó ne a fűtésnek. Tehát figyeljük az út szélét, lehet, hogy tűzrakó fiatalemberekre is, ugyebár majd figyelmesek lehetünk. Semmi probléma, én azt mondom mindenkinek, maradjatok otthon, üljetek le a rádió mellé, és hallgassatok minket. Ez még mindig a dupla puncs, és várjuk a kedves hallgatókat, játszanak. Tehát félretesszük itt a komoly dolgokat, ennyit el akartam mondani mindenféleképpen, tehát senki ne induljon el Miskolcról Budapestre, és egyáltalán ne is menjen ki a 3-as számú főútra, mert oltári erősen fúj a szél. Karesz, mi a véleményed erről? Maradok. Jó, rendben van. Így van, ne utaljunk. Már úgy terveztük fel, mert hogy csütörtök este megyünk haza, ebből nem lesz csak péntek délután. De szerintem is, de hát, hogyha péntekig hófúvások lesznek, akkor lehet, hogy befogja az autót fedni a hó, és itt kell sajnos a jövő karácsonyt is eltöltened velem együtt a stúdióban, úgyhogy telefonon azért tudsz még értekezni. Elég rendesen. Így van, és akik az autóba ülnek, azoknak annyit szeretnék üzenni, hogy kitartás, kitartás emberek. Én már elintéztem, hogy a hó elálljon, tehát a szél és a hó el fog állni. Vannak kollégáim odafent is, tehát persze, próbálunk csinálni dolgokat, hogy ez ugye megszűnjön, ez a cudar időjárás, és jöjjön a játékos, akkor jöjjön a játékos, utána pedig Balázs, te itt vagy ugyebár mellettünk a stúdióban, Balázs, te is fogsz közreműködni, és akkor halló! Te vagy az! Ki van a vonal? Jó, István Legyesbényéről. Na, hát szia István, köszöntünk téged. Hello. Így van, köszöntünk, és hát ugye bár te 2 darab belépő jegyet szeretnél nyerni 20-ára szombatra Sárospatakra. Egy kérdés, nálatok is ilyen erőteljes havazás van egyébként? Hát sajnos igen. Sajnos, nem szereted a telet? Is? Hát nem. Nem szereted? Nem. Én sem szeretem, megmondom, szép, én meg gyűlölöm a havat. A nyár, erről van szó, így van. Hát ez más kategória. Így van. A nyár. Egy fokkal, hát melegebb a bulik is. A stúdióban is elég. Ó, engem már levert a víz 4 perc alatt, de nincs esem. Melegszik a levegő elég rendesen. Te korrektív módon. Főleg, hogyha még itt a kedves vendégünk elkezd majd énekelni. Így van, hát akkor felforrósodunk teljesen. Leidalok, az biztos. Na, tudod, mit kell tenned? Hát énekelni. Jó, és mit fogsz énekelni? Hát nem tudom. Na, hát mondj valamit. Hát mit vagy szeretnél? Vagy bestiákat. Vagy Danit, vagy bestiákat, hát akkor mondjuk a bestiákat. Jó. Az korrekt lesz. De leszel... verset is szavalhatsz, gondolod. Azt is lehet. Vagy pedig, ugyebár, ezt el is mondom itt rögtön, az adásban várjuk még mindig a dupla puncs szignálokat. A szombati adásban kaptunk bőven belőle, úgyhogy akit egy kicsit inspirálni tudunk belépőjegyekkel vagy kazettával, az írjon dupla puncs szignálokat, és akkor nem kell énekelni. De mivel te nem írtál, ezért te most énekelni fogsz a bestiákkal, és nagyon szeretném, ha Lucifer módjára bánnál ezekkel a csajokkal. Úgyhogy hagyj induljon a nótba. Itt vagy? Igen, igen. El ne tűnj, azért néha szóljál vele, hogy hozd a véred, vagy valami ilyesmi. Jó. Ahogy érzed. Csak úgy. Ez a tuti, ez a jó. Ez a tuti, ez a jó. Dupla puncs. Figyeld a csajokat, nagyon dögösek és nagyon jó. És körülöttem állnak egy páran itt a stúdióban, és nagyon-nagyon kíváncsiak, zsűrizni fogunk. Két belépő a tét. Várjuk
meg ne ijedj, csak egy kicsit bebontanak a lányok, fáj még, ha néha felhívsz, nekünk viszont nem fáj, hogy felhívtál. Pareszkám, szólj bele, ne kuncog! Nem tudom, mit mondani, bebontanak a lányok. Hát ez volt teljesen, itt vagy, itt vagy? Igen, itt vagyok. Na figyelj, figyelj, hol jön. Azért furcsa ez nekem. Figyelj, nagyon jön a refrén mindjárt. A legyesbényei Lucifert fogjátok hallani a bestiákkal. Figyeld a refrén. Tegyél rá, tesó, tegyél rá. Gyerünk, most te jössz. Fáj még, ha néha felhív. Nagyon jó! Könnyes lesz a szemem, hisz hiányzol nekem, ó, várom, de nem akarom. Majdnem jó volt, de ez még így jobb volt! A csapdádba esek, hisz volt már ilyen alkalom. Tuti volt, nagyon kérdez, de erre mit tudunk mondani? Fogadjunk, hogy a szobád fala tele van bestiák posztereksel. Bírod őket! Csak azért, mert egyszerűen kívülről fújtad a reprént. Hallgatom a műsor. Jaj, jó, és a műsorban már többször énekeltik, tehát nagyon örülök, hogy hallgatod, és persze, hogy hallgatja, hát mondta, ez a tuti, ez a jó, hát ez a lényeg, érzik, így van. Érzik, és akkor érzik. Küldjük neki! Ő ez a tuti, ez a jó! Erről van szó, megnyerted a kettő darab belépőjét Sárospatakra, maradj légy szíves vonalban is. Felírjuk a neved és címed, és a két belépő megvan. Köszi, hogy hívtál minket, köszi szépen! Hello. Szia, szia, és hívjatok természetesen még mindig, 431-300, és Balázs, te fogsz most debütálni itt a stúdióból élőben, rövid időn belül. Pillanatra, mert Balázs ugyebár énekelni fogod. Melyik számot? Hofer Dani. Hofer Dani, melyik szám? Olyan, Szerelem angyala. Szerelem angyalát, így van, és ugye Karesztól már is megkaptad ezt a kis... Köszönöm. Ez már azért, mert feljöttél. Ezért, és ugyebár mit beszéltünk meg, hogy mit fogsz kapni ajándékot, ha jól énekelsz? Még nem beszéltünk meg semmit. Nem beszéltük meg? Most miért mondod? Akkor adunk neked két darab belépő, nem 20-dik? Nem, ez nem jó. Akkor nem. Mi lenne a jó? Hát akkor válasz valamit. Majd eldöntjük, na. Majd utána? Ahogy érzed, kérlek szépen, ahogy gondolod. Mi pedig azonnyomban indítjuk a nótát, és Hofer Dani Szerelem angyalát hallhatjuk. A fiatalember nagyon korrekt, és igen, izom pacsírta. Nagyon jól ki van gyúrva, és főleg mikor veri a víz, akkor is. Erről tudok ennyit mondani a kedves barátunkról, Hofer Daniról. Ő is vendégünk lesz ebbe az adásban. Meglátjuk. Figyeld a nótát. Csak a refrén. Korrekt módon. Na mire vársz, jó fej a srác? Még szép, hogy titkos a szám. Jaj, de vágod! Keresik őt, nyomoznak a nők, de te hivatkozz csak rá. Te valami éneksuliba jársz? Ismerem én a zsánerét, hisz jó haver már rég. Nyert ügyed van, lángra lobban, én is így lennék. És a refrén! Hívd a szerelem angyalát, jó barát, soha nem verát. Tehetség, ez egy tehetség. Én feltudom a számát. Felfedeztünk! Ma visszahív, ne fizess nagy számlát. Felfedeztünk teljesen, én nem tudom, kinek jó? Szólni kellene majd az illetékes úriembernek, hogy menedzselni kellene a Shy Guys-ba a fiatal embert, mert nem énekel rosszul. Karecká, mondjál valamit ez. Nem jutok szóhoz, hát ilyet még nem láttam. Ugye? Na hát erről van szóként. Erről van, miért? Én meg már nem bírok beszélni. Nem hallottam. Nem baj. Na hát Balázs, nagyon jó voltál, felfedeztünk tehetség, vagy az 1000%, és ugye el kell, hogy mondjam még egyszer, Balázsnak jutott az a megtiszteltetés, hogy élőben ő itt énekelhetett nálunk. Sajnos más nem tudunk ide fogadni a stúdióba senkit, de telefonon hívjatok és játszunk folyamatos jelleggel. Köszi szépen, Balázs, majd megbeszéljük, mit kapsz ajándékba. 19 óra 21 perc van, és még mindig itt ülök a stúdióban Sterbinski Karcsival, egészen 10 óráig ketten fogjuk vezetni ezt a mai dupla puncsot. Ezt a mai dupla puncsot. Tudod, próbálom ilyen olaszosan felvenni. Ugyes. A Fiorentina 0-0, érted? Én gyorsan próbálok. Amikor megismertelek téged, és azt hitted, hogy egy együttes jöhetünk, vagy kormik, nem?
Ahhoz képest, na, ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy ismerkedtünk meg, mert nem tudja senki, hogy mi hogy ismerkedtünk meg, és hogy lett ez a jó barátság köztünk. Ki? Az időpontot nem tudom pontosan, hát de azt tudom, hogy Antal Gyula barátunknak köszönhetőnek volt itt egy rádiós turnénk. Egy komoly kis turné, amelynek keretén belül először léptük fel akkor Sárospatakon a Highlanderben, egy csütörtök éjszaka volt, vagy szerda, nem tudom. Nem, ez egy szerda éjszaka volt, mert szerdán van a dupla puncs. Akkor nem is dupla puncs volt. A partinak nem volt különösebb sikere, viszont az adás, amit annak idején itt csináltunk, ugye először veled, annak óriási... Hát híre ment, mindenhol beszéltek róla, nagyon sokan hívtak engem is, a mobiltelefonomon útközben a Zsazsát is, hogy ez szenzációs volt, de hogy csináljuk rendszerességgel, és végül is onnan ered az egész barátság közöttünk, meg hát azokon a bulikon, amikor én felléptem, te jöttél rendszeresen, és ott a diszkospultban velem együtt bugiztunk, ugye, jól emlékszem? Így volt, ez akár korrekt polgári volt. Aréna, akár máshol, ott együtt voltunk. Így van, és... Karesz, mondjuk ezt el a sztorit tovább, de itt már egy játékos, miért olyan jól elbeszélgetünk. Te mondtad, hogy meséljem, tegyem azt. Tovább így. Mondjuk, tovább mondjuk. Te vagy az! Te vagy az? Igen. Haló? 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 És szerintem a játékos nem bír tovább várni. Úgyhogy elnézést kérünk előre, és hívjatok minket 431-300, nem fogunk olyan sokat beszélni, és ígérem, mindenkit a leggyorsabban be fogunk hozni játékba, és mindenkinek de megpróbálok ajándék hegyeket. De őszintén azt gondoltad volna, hogy akkor, amikor először találkozunk, ez a barátság így kinövi magát? Hát figyelj csak, én megmondom őszintén, én tudtam. Én biztos voltam benne. Tessék, telefonáló van? De ebbe biztos voltam, még ezt azért fejezzük be. Tehát én biztos voltam benne, mert azok után, ahogy innen elmentetek, meg ahogy ugyebár másnap is együtt töltöttük a napot. Igen, igen, igen. De azt is mondjuk el, hogy Borbély Gyulával voltunk együtt, akivel jártuk a rádiókat, illetve a Flirt menedzsere, és ő interjú volt meg bennünket a rádió államosságban, és amikor ideértünk, akkor mi mondunk neked, hogy hát a Gyulával szeretném egy csinálni. De várjál, egy volt előzmény, amikor beléptetek, az volt a legdurvább. Mikor beléptetek, játszassuk meg az úri... Hölgy vagy úr? Úr, egy úri ember fog minket hívni. Halló? Te vagy az! Te vagy az! Hát én vagyok az mágus, és figyelj, nagy kérésem lenne. Mágus! Azt mondtad, te szereted a MC Havert, ugye? MC Haver? Hát nem azt mondtam, hogy szeretem, csak szeretek tőle egy pár... Kérhetnék egy olyan dalamot, egy Lidi néni? Nekünk nincs meg a Lidi néni. Nincs? Megvan a Lidi néni? Hoppá! Ugyanazon van. Ugyanakkor megvan. És azt fogod elénekelni nekünk? Igen. Jó, rendben van, akkor Lidi nénit fogja nekünk, MC Havert, hogy énekelni. Egyébként szereted őket, vagy csak úgy rád ragadt valahol? Nem. Mágus kérdele. Vagy? Kérdeled őket? Ajaj, mi az, hogy? Szeretem. Mondom, hogy szereti. Vaj, mi az, hogy? Erről van szó. Na, akkor Lidi nénitől a mágus, vagy mágus fogja énekelni nekünk a Lidi nénit. Mindegy, teljesen. Induljon, haver. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk, mert még ilyen nem volt, hogy valaki ezt kérje, hogy magától így szeretné ezt énekelni. Figyelünk, figyelünk! Okay. Tessék nagyon hangosan és kőkeményen énekelni, és akkor meg lesz a jutalom. Néni a vásárba, de csuhalja. Nagyon jó! Laput kötött a hátára, de csuhalja. Igen, igen! Ujjában a széna, de száma is így ment a Lidi néni a vásárba, de csuhalja. Tegyél rá, correcting! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! A széna, de száma is így ment a Lidi néni a vásárba, de csuhalja. Folytasd, folytasd, gyerünk, gyerünk! Most refrén jön! Gyerünk, csináld! Ez sajnos nem tudom, ez refrén. De kár. Refrén, refrén, persze! Túl gyorsan mondja! Mert nagyon vágja ezt. Csóró nem volt ő soha, még te sem vagy, nem így. És mindjárt jön megint. Igen, figyelünk rád, nagyon fogunk figyelni, még ezt el kell, hogy énekel. Elment a Lidi néni a vásárba, de csuhalja. Bacsút kötött a hátára, de csuhalja. Tegyél rá! Bacsújában a széna, de szalmad is. Elment a Lidi néni a vásárba, de csuhalja. Korrekt volt, hogy milyen jelenlő. Ujjában a széna, de szalma is így ment a Lidi néni a vásárba, de csuhalja. Megvan őszintén, nagyon-nagyon bánom, hogy abba kell veled hagyatok az énekülést, de itt valakiket még fogadnunk kell ma adásba. De elment a Lidi néni a vásárba, csuhalja. Ez a lényeg, én is ezt mondom, bubalja. Ragadt rád is valami lacitán. Igen, rám, és annyira jó volt. Legközelebbi adás címnál, elment a Lidi néni, csuhalja. Elment a dupla puncs is a vásárba, csuhalja. És akkor, hát annyira a kérdés, hogy diszkókat utálom, csak ezeket a ritmikus zenéket szeretem én. Igen. Hogy lehetne inkább kazettát kérnem.
Kazettában Sterbinski. Nem baj, elmegy. Hit from... Barátnőmnek elmegy. A barátnőd Sterbinski rajongó. Hát valószínűleg. Ott van melletted? Nincsen, dolgozik. Dolgozik. Na nem baj, üdvözöljük őt is, és akkor megnyerted a kazettát. Maradj légy szíves vonalban, felírjuk a neved és címed. Jó, köszönjük a hívtást, nagyon jó volt az ének, való teljesen korrekt volt. Na hát Kareszt, még megmeséljük el tovább ezt a történetet, de ugye megakadtunk. Teljesen. Hát ez ilyen nincs. Na, hát azért jártál már egy-két rádióban, stúdióban, kérlek szépen. Mostanában főleg. De ilyennel... Szóval ezért mondom neked, kérlek szépen, hogy ezek a miskolci hallgatók is, ők annyira hűségesek, és annyira szeretik itt Miskolcon ezt a dupla puncsot, én ezt így látom, és így hallom, hogy folyamatosan hívnak telefonon, és bármilyen buliba, bármilyen dilibe benne van. Nézd, és Laci, te létrehoztál itt valamit mitagadást annak idején, amikor ezt a műsort elindítottad. Te se gondoltad volna, hogy ez... Nem, én ezt nem, komolyan. De először, amikor megmutattad nekem a műsor szignáljait, az Antal Gyulával beültünk a te kocsitba, vagy az ökocsiba, nem tudom, a debreceni Redline-os éjszakámon. Igen. És éreztem benned azt, hogy te olyan vagy, mint én, tehát te, ha valamit akarsz, akkor azt úgy addig nyomod, többig nyomod a gázpedált. Nem érdekes. Ahogy Orsi mondaná, adj gázt! Nem erre gondoltam, de valami ilyesmi, szóval... Az a lelkesedés, az a vidámság, ami akkor láttam rajtad, és eleve ezek a szignálok, ugye, hogy készítettél hozzá külön szignálokat a műsorhoz, meg foglalkozol vele, én akkor magammal mondtam, hogy ezt tud is siker. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, akkor hogy... Úristen, köszönöm. Tehát akkor te is úgy láttad, ahogy kell. Abszolút. De mondta olyan vagy, mint én, szóval addig nyomod a gázpedált, ameddig szépen. De ezért vagyunk barátok, ezért értjük meg egymást ennyire jól. Is. De hát mégis lehettél volna barátja a Budai Iminek, Tomi Boynak is, hát I love you Tomi Boy, I love you Tomi Boy. Love me Tomi. Vagy a, mi ez a minden. Susogós, az a hát, makos Junior. Na, igen. De végül is ez a dolog így, szóval igen, összeillünk. Mi teljesen, én azt hiszem, és ugyebár hol is jártunk a fenébe, megakadt. Na mindegy, arról kell beszélnünk akkor, hogy ismerkedtünk meg, ezt mondtuk el az elején. Ugyebár itt akkor mi elkezdtünk egy dolgot csinálni, de mikor beléptetek az ajtón, szóval azért volt egy olyan korai jelenet. Én ugyebár azt hittem, hogy zenekar fog jönni hozzám, tehát egy zenekarral kell találkoznom és beszélgetnem velük. Vagy mondom valami Cosmix, vagy nem tudom, hát nem árulták el nekem a tulajdonosok, mert hát ők a jótevőim, ők segítettek engem ide a rádióba, és engedtek a mikrofonok elé. Ők nem árulták el, hogy kik fognak jönni, én meg nem tudtam. Ugyebár csengetés, kimegyek, nyílik az ajtó, és hát ugye, mit mondtam akkor nektek, hát ez egy... Idéztem magad, ezt annyira tetszik ez a mondat. Rátok néztem fő, ugye Antal Gyula állt elől, tehát Gyuláról tudni kell, hogy azért az orr külső mögött egy érzékeny szív lapul. A fiatalemberi ránéztem is, kicsit úgy is mondhatnánk, hogy felengzősen rátok szóltam. Szevasztok, ti vagytok a zenekar? Oh! Erre mi nagy szemekkel? Erre pedig bejött ugye már Slam Junior, egy kicsit meg volt lepődve a fiatalember, és mondta, hogy ő nem, mi nem a zenekar vagyunk, én Slam Junior vagyok, és itt mögöttem pedig Sterbinski Károly. Mire? Valent Latika dobott egy hátast, és nem a két órai nem bírt megszólalni. Miért mondod, mikor végigcsináltuk a műsor? Nem tudta levegőt kapni. Hát, igen, utána kicsit meglepő. Eléggé szolárium jelenet volt, kicsit bepirosodtál, bevörösödtél, melegedés. Nem kellett bebújnom a csöveket. Az biztos, jól látsz. Olyan tompán hallom a fülesemet, mi lehet a baj? Mi, azzal van baj? Na mindegy, nem érdekes. És ugye bár megcsináltuk azt a nagyon korrekt műsort. És utána még találkoztunk azért egy jó párszor. És hát ugye itt tartunk most, hogy itt ülsz mellettem, és együtt vezetjük ezt a műsort, ami nem utolsó dolog, és nem is utoljára tesszük ezt együtt. Ennek azért egy komolyabb előzménye van, hogy ma én itt ülök, mert ez tavalyi év december 26-án az Ózdi Rióba kezdődött, hiszen akkor ismertem el a kedvesemet, akivel most itt vagyok Miskolcon. Tehát azért, várjál, szponzor vagy kedvesem, tehát én azért ülök most itt, ez most kivételesen csak azért jöhetett létre. Ugye? Hát nem esett jól. Ne, őszintén megmondom, nem esett Latikám, jól. Miattad nem jöttem. Ne haragudj, drága Latikám, miattad jöttem. Tényleg miattad nem jöttem. Jött be. Nem, mi? Ez nekem nem jött be. Na mindegy, nem, neked bejött, hogy és igen. Hát ugye látjuk, hogy szóval, bejött. Kedvesen jöttünk le Miskolcra, egy kicsit kikapcsolódni a nagy pesti hajtás után, a sok meló közepette, és hát ugye, amikor jöttünk le mi
Ugye Miskolcra már akkor telefonon beszélgettünk, hogy a műsorba be fogunk jönni hozzád mindenképpen vendégszerepelni. Bár én akkor először nemet mondtam neked, mert hivatkoztam arra, hogy most nem akarok dolgozni, de kedvesemmel megbeszéltük, hogy egyetértésben mind a ketten befáradtunk ide hozzád a stúdióba. Nem bántad meg? Nem bántam meg, sőt nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát ezt annak idején ugye tettem neked egy fogadalmat, egyfajta kizárólagossági fogadalmat, hogy ha ezen a környéken bármilyen műsorba engem meghívnak, akkor csak is kizárólag rajtad keresztül vagyok rádió műsorokban hajlandó eljönni és interjút adni. Azért... Na, szóval ez a tuti, ez a jó. Így van, ez a tuti, ez a jó, kérlek szépen. Szóval ez nagyon jól esik nekem, és van is egy telefonálunk, ugye Norbi? Én meg közben itt csapkodok, mert ugye van bőven ezekből a képes lapokból. Akár, nyugodtan. Úgyhogy lehet minket írni 431-300 és... Ismerős. Ugye? Ugye, hogy ismerős a kis nótácska. Haló, haló! Te vagy az! Ki van a vonalban? Igen, én vagyok az, Péter. Péter! Szia Péter, köszöntünk téged. Hello. Hello. Honnan hívsz minket? Aszalóról. Aszalóról. Peti, pedig Aszaló sincs közel, és látod, ott is hallgatnak. Hallottad már ezt a dupla puncsot máskor is? Persze, természetesen. Oh, na látod. Dagad a mellé. Na hát akkor meg kellene beszélnünk, hogy mit szeretnél nyerni. Most felsorolok neked egy pár dolgot, amit megnyerhetsz. Február 12 Ramada Mezőkövesd, oda nyerhetsz belépőjegyet. Tehát ez most pénteken lesz. Vagy pedig február 20-án szombaton Sárospatak Highlander dupla puncs party, ugyebár ahol már kedves barátom Sterbinski Karcsi is fog majd jelen lenni, és ő fogja a zenét keverni. Vagy pedig nyerhetsz február 13-ára a Highlanderbe, azaz most szombatra a Danubius partira, ahol ugyebár MC Valli vezetésében is lesz egy Danubius-os kollega is mellettem, Jáksu Laci. Együtt fogjuk vezetni ezt a műsort a Highlanderbe, Sárospatokon. Nem tudom, melyik lenne neked a megfelelő? Nekem egy kazetta nagyon megfelelő. Úristen, akkor te már meg... mindenki kazettát fog jönni, figyelj, senki nem akar... Tessék? Megoldható? Hát talán még ez a kazi megoldható. Úgy. Na, ez az utolsó kazetta lesz, amit ma este ki fogunk sorsolni, úgyhogy te nyered az utolsó kazettát, hogyha, ugyebár, tudod mit kell tenned? Aha, énekelnem. Na és mit fogsz énekelni nekünk? Ne legyen Hoffer Dani. Nekem van egy ötletem, van itt a rádióban Zárai Vámosi kacsatán. De kár. Azt mondjuk nagyon korrekt lett volna. Süsü, Vuk. Ezek gyerekmeséken nem volt. A legjobb. De sajnos nem publikus. De miért? Publikus. Mi nem? Neked nem volt gyerekszobád? Nekem volt. Akkor maradjunk MC Havernél. MC Haver? Mm-hmm. Szerintem legyen Bestiák. Bestiák és Lucifer. Ez lesz most a trión, vagy nem, hogy mondják a négyet? A négyet, quattro. Na, tehát ez a quattro lesz az a quattro, ami nem, ugyebár az a quattro. Na, nem szokványos, Bestiák, mehet akkor? Igen. A kazettáért. Minek vár a láncszarapás? Induljon hát a taposás! Szervinszki! He's from Club Ifle! Oh, wow. Te vagy az! Te vagy az! Halló! Halló, én vagyok az! Na, és ki van a vonal másik végén? Attila vagyok, Miskolcon. Attila, szia! Hello! Mit szeretnél Attila nyerni? Hát nem tudom, mit is lehet nyerni? Belépőjegyek vannak, Karesz? Vannak. Hova vannak? Mondd már elég szíves, hogy hova, nem mindig én mondjam. Február 12-ére a Ramada diszkóba. Ramada diszkó, igen, Mezőkövesd. Február 20-ára szombatra a Sárospataki Highlanderbe, és február 13-ára szintén a Highlander. Az Highlander, és a Danubius Party lesz. Ez most szombaton lesz. Február 13-án a Kandó Bál. Így van, a Kandó Bálra, ide Miskolcra is van két, még van két fiú, így van. Illetve van Sterbinski szórólap, ilyen levelező lap minőségű és nagyságú, illetve van Sterbinski szuperposzterünk. Ágyes, van. Így van. A szupcsis, posztcsis. Posztitovicsis. Melyiket szeretnéd? Hát még a Kandóbára. Kandóbára, akkor a két darab férfi belépőjegyet, ugye már kifogjuk most akkor. Vagy inkább két lány? Szerintem két férfit inkább kell. Két fiú, és akkor ezzel el is fognak fogyni a fiú belépőjegyek, tehát nagyon szeretnénk lányokat is ide várni a vonalba, akik szeretnének elmenni szombaton a Kandóbára. Lányok, hívjatok minket. Elmenni a Kandóbára, igen. Így van, erről van szó, tehát szeretnétek elmenni. A Kandóbára hívjatok minket 431-300, és neked ugyebár mit kell tenned, hogy megkapd ezt a két belépőt? Nem is tudom. Na, de mégis. Ideig hallgattad a műsort? Szoktad hallgatni? Most kapcsolódtál be. Ezt a műsort? Szoktam néha. Hát akkor... Na, akkor erre rá kell rendszeresíteni magad majd, hogy hallgass minket. És nem kell más tenned ahhoz, hogy megkapd ezt a két belépőjegyet, csak is énekelni.
Menni fog? Megy a nóta? Menjünk. Mondjuk akkor, mondjuk neki, hogy melyik nótát kellene akkor elénekelni. Na, inkább te ezt kihagyom. Na, akkor Norbikám, a bestiákat készítette oda a kedves kollégám. Jajajaj. Bestiák, hát fájnék, majd, ha néha felhívsz. Vagy Hoffer Dani. Vagy Hoffer Dani tudjuk esetleg adni neked a szerelem angyalával, vagy tudunk bármit, amit szeretnél. Mi, ami itt előbb szólt, az a technózenekar, az a... Jaj, MC Haver, Haver. Neki tényleg ez a neve, a művész neve? Így van, kérd, MC Haver technonótát. Mert rossz a szerelem, nem láttam. Na, mit választasz? Inkább legyen a Hoffer Dani. Na legyen akkor a Hoffer Dani, már is oda fogok készíteni. De a császár előtt is meg... De lehet bármi, amit szeretnél, ahogy érzed. Még meg ilyenek. A Hoffer Dani jó lett. A Hoffer Danit szeretnéd, jó, rendben van. Akkor legyen Hofcsisics, Danisics. Csovics. Így van, Csovicsics. Oda készül a nóta, Nord? Igen. Figyelsz nagyon? Figyelek. Oké, oké, rendben van. Nagyon várjuk itt a nótát. És hát ugyebár indul a kellemes szám, hidd a szerelem angyalát, Hoffer Dániel, a nők bálványa. Ismered a nótát amúgy? Igen, ismered. Ismered, jól van, akkor figyelünk. Voltál a szerelmes? Tessék? Mindegy, majd. Csak a refrént vállalod? Csak is a refrént, akkor addig megkérdezhetjük még egyszer. Azt kérdeztem előzőekben, hogy voltál-e már szerelmes? Azt hiszem, igen. Azt hiszed, igen? Igen. Elég határozatlan vagy. Igen, nem volt nem elég határozatlan. Nem baj, nem baj. Ha nem is, akkor most hallgass meg a nótát, és megtudod rögtön, hogy hogy lehet beszerelmesen. Hoffer Dani módjára szerelmesnek lenni. És most jön a refrén. Hoffer Dani és te. Nagyon jó volt, nagy számlát. Figyelj csak, én úgy érzem, hogy megvan a két darab belépő a kandóbára. Oké. Na hát köszönjük szépen, hogy felhívtál, és maradj légy szíves a vonalban. Felírjuk a neved és címed, és itt lesz fent a stúdióban a kettő darab belépője, úgyhogy szombatig gyere fel érte valamikor, jó? Oké. Oké, rendben, akkor várunk. Köszönjük szépen, hogy hívtál, maradj a vonalban. Okay, mi pedig még mindig játszunk, ugye bár, és most már valami mást kellene kitalálnunk, hogy mit kelljen csinálni itt a kedves hallgatóknak. Karesz, ki kéne, hogy ötölj valami. Így, most így hirtelen, spontanitás. Hát kérdések azok köztáj, ugye mindenki kérdéseket szokott feltenni, hogy mit csináljunk. Nem tudom, fogalmam nincs. Ki fogjuk találni, addig egy kicsit zenélünk, hallgatjuk Sterbinski mix albumát, és vissza fogunk jönni, feltesszük a találós kérdést, amire majd a 431-300-as telefonszámon lehet válaszolni. És ugyebár amiket felsoroltunk, ezekre a helyekre lehet belépőjegyet nyerni, még a kandóbára van 4 darab lány belépünk, tehát a kandóbára is el lehet menni lányok szombat este, és mindjárt kitaláljuk, hogy mi legyen a játék. De esetleg, hogyha valaki szombat éjszaka, most szombat éjszaka föl szeretne látogatni az E-Play Dance Clubba Budapestre, az is telefonáljon, mert lesz egy nem akármilyen parti, két angol DJ-vel, amelyet a későbbiekben majd elmondok, mert én nekem is ki kell olvasnom a telefonomon, mondhatom a DJ-nek. Ó, azonnal olvas ki. Várj egy picit, addig valamit beszéljünk. Jó, rendben van, tehát amíg Sterbi kiolvassa a két angol DJ-nek a nevét, amit be fogunk itt mondani, addig gondolkozzatok el azon, hogy mit szólnátok egy olyan dologhoz, hogyha felhívtok minket telefonon, és már hívott minket játékos? Nem, azt hittem, hogy a játékos hívott minket. Tehát a következő játékosnak egy nagyon-nagyon is, maradjunk még mindig, én azt mondom az éneklésnél, de váltsunk nótákat, tehát hogy egy kicsit színesítsük meg ezt a dolgot. Zárai Vámosi, nem lehet? Nem, nincs Zárai Vámosi. Zárai Vámosi. Tehát valami fűz ehhez a dologhoz. Annyi a persze, amikor funkit játszottam, akkor rengeteget játszottam a kacsatáncot, azt a szívemhez. Kacsatánc. Az nagyon... Elég komoly mulatságok hát voltak. Tényleg nem rossz. Na mindegy, ami kitalált, hogy mi legyen a játékosnak a feladata, addig én elmondom, hogy most szombat éjszaka, február 13-án szombaton éjszaka az E-Play Dance Clubban föllép két világhírű angol DJ, Craig Richards és Lee Baridge, akik egyébként a Sasha ügynökségének a lemezlovasai. Tudni kell Sasha-ról, hogy a világ első számú trance DJ-je, reneszánsz DJ-je, elég komoly a pali. Minden elismerésem az övé. Ez a két DJ fog éjféltől 4 óráig játszani, én pedig 4 órától 7 óráig
fogom a szokásos, hozom a véred. Hozod a véred, erről van szó. Hozd a véred, igen, hozd a véred. Akár erre a szombat éjszakai programra is kisorsolhatunk 2 darab belépjegyet, és aki a nevét majd, illetve hát a nyertesek bediktálják a nevüket, majd a pénztárba úgy be is tudnak jönni ingyen, mert hát a belépjegyet nem hoztam el magammal. Nem baj, ez már itt nálunk megszokott, tehát erre a bulira is lehet belépjegyet nyerni, úgyhogy hívjatok 431-300, folyamatosan várjuk a telefonokat. Mindennel kapcsolatban, a pizzával kapcsolatban is, ugye? Az nagyon. Tehát a pizzával kapcsolatban és természetesen a játékokkal kapcsolatban is várjuk a telefonálókat, úgyhogy hívjatok minket. Tényleg el sem kérdeztem, hogy tetszik neked a mixalbum? Hát erről beszéltünk már akkor is, mikor itt voltál először, én azóta ezt pörgetem. Azt hiszem, tudod is, hogy milyen kazetta van a gépkocsimban, tehát... Ja igen, amit az Iminek megmutattál múltkor. Igen, Imi. Az egy jó kazetta. Hát igen, utaztam együtt Budaival, DJ Budaival utaztam együtt az autóba, Sárospatakról, és megmutattam neki, hogy hallgassa meg, mert például az a szám, ami most szól, az az egyik kedvencem, úgyhogy Norbikám, akkor ezt hagyd döngjön, míg nem jön a telefonáló. Halló! Mindenkinek. Hogy mond? Detti vagyok Mezőkövesdről. Mondd még egyszer? Detti vagyok Mezőkövesdről. Detti Mezőkövesdről. Milyen aranyos hangja van Dettinek? A Detti hallgatod az adást 6 órától? Igen. És tetszik? Egyszerre kérdeztünk szokat. Tutti, látod? Mennyi idős vagy Detti? Micsoda? Mennyi idős vagy Detti? 16. Akkor te már mehetsz bulizni. Hát szeretnék. Hova? Ramadába? Aha. Ramada Mezőkövesd. DJ Blaze lesz a házigazda. Ez a tuti, ez a jó! A dupla punc szignója alatt fog menni DJ Blaze erre a bulira, és ott lesz Budai Nyúl és Zsíros is természetesen. És ha már itt járunk, el kell mondjam így adásban, hogy ne jegyen meg senki, de Polgáron nem lesz Zsíros. Tehát Polgáron Zsíros nem lesz, Polgáron nem tudom mi lesz pontosan, de Zsíros nem lesz a 100%. Én sem leszek Polgáron. Te sem leszel, és magyar DJ egyáltalán nem lesz Polgáron, úgyhogy ezt el kell mondjuk. Nem, egy angol DJ lesz egyedül, kész. Correctingbe, de nem baj, tehát te Mezőköves Ramadába fogsz nyerni. Igen, és 4 jegyet szeretnék. 4-et? Hát, én nem bánom. Nagy a család. Adunk 4 jegyet, adunk 4 jegyet, de neked itt nagyon kemény feladatokkal kell megbírkoznod. Tehát kőszikla. Hát elsőként énekelni fogsz. Mit? Elsőként én azt gondoltam ki, hogy talán a Neoton familiától talán a jojót, ha az kellene, a jojóval kellene próbálkozni. Mindjárt ki is keresi technikus kollégám, addig pedig, míg a jojó nincs. Menni fog egyébként a jojó? Menni fog a jojó? Haló? Hát... Vannak hogy mögötted, érzed? Vannak hogy mögötted. Érzed? Érzed? Vannak mögöttem, majd segítenek. Így van, jojóba, közösen. Legyen ez egy közös jojó. Corporation. Korpo jojó. Nem baj. Na, figyelj ide. Jojovics. Ez a kicsi, ez a jó. Jöjjön látod, és mondja még a dupla puncsokat. Na, még egyet, valamit. Várj, itt a szerda és a szombat, Cityben a puncsos bomba. Jó, és ezt írjátok, nagyon király. Nagyon jó volt, de ezt írtátok. Fú, de jó. Van még? Több nincs. Nem baj, akkor indul a jojó. Azt hiszem, hogy fel kellene a társaságnak. Szeretnék másokat is hallani a telefonba, kiabáljanak vele gyorsan. Ez a süti, ez a jó. Na. De a többiek is, a többiek. Pulcsos szélapó, hallgassátok! Na, ének. Várjál. Na. Jó. Igen. Gyere, játszani. Majdnem. Várjuk meg a refrént, én azt mondom. Várjuk meg arra, itt vagytok? Jaj, tesz folyamatosan rá. 4 darab belépő Ramada, úgyhogy... Na mostantól, ezutántól kezdve folyamatosan énekelni kell. Nagyon figyeltek, remélem. Itt vagy? Itt. Jó. Hely, ezt még mindig nem kellene, hogy énekelj. Nem jött be. Most Norbikám jöhet, látod, ő bemondta, hogy nem jött be. Mondta ő, hogy nem jött be. De ha mikor jön a refrén? Amúgy ezt én se tudom. Nagyon jó! Siker az én fontos! Így van! Igen? Igen, már jó! Nagyon jó, hallod? Nagyon jó! Igen? Nem azt, hogy mire való! Gyerünk! Jaj, nagyon jó! Nyugtató, és hát ugyebár a duplapus nem nyugtató, de megnyertétek a 4 darab belépőt a Ramadára. Egy nagyon nagy duplapuncs sikoltást kérek, tessék! Micsoda? Egy duplapuncsot sikoltva, tessék! Ez a jó! Duplapuncs!
Nagyon jó! Négy belépő megvan, a tiétek, maradjatok légy szíves vonalban, és akkor mindjárt a technikus kollégám felír titeket, és le lesz adva a vendéglistán pénteken a nevetek, úgyhogy mehettek szórakozni. Nagyon jó szórakozást Mezőkövesden! Sziasztok, és hallgassatok minket továbbra is! Sziasztok, hello! Mi pedig még mindig játszunk, ugye? Akár. Folyamatosan egészen 10 óráig, így van. Mindjárt. Jön a pizza, mi pedig játszunk megállás nélkül, úgyhogy 8 óra után 28 perccel, ahogy szabaddá válik a vonal, hívjatok 431-300. És műsorvezető kollégám Sterbinski Karcsi, aki ugyebár most nem mint DJ jelentkezik, hanem mint műsorvezető. Te vagy az! Éha, itt vagyok, hello, hello. És ugye a hallgatót is várjuk. Igen, a Veresegyházai asszony kórust ugye már itt, hogy elnézem, szép számmal vannak énekelni tudó páciensek, akik vállalják is ezt, le a kalappal, komolyan nagyon jó közönséged vagy, Laci, szóval itt azért valamit te létrehoztál. Így van, ezt ez el kellett. Ez a jó! Ez kell, így van, és halló! Halló, szétvénk a Győri kapuból. Szia! Ki honnan? A Győri kapuból. Csak nem az a csapat, akik szombat... De. Jaj, ez a brigád, ez korrekt. Karcsikám, tehát itt ül mellettem Sterbinski Karcsi, és nagyon kíváncsi rátok, mert én nagyon sokat meséltem a szombati adásról. Mi ott vagyunk a Szeren. Ott vannak a se... Nem kicsit, csak most puncsos szlogen nem jut eszünkbe. Írjatok egy puncsot. Na, mondjad. Jön a megittam egy pohár puncsot a torkomon, csak úgy csúszott. Nagyon ez a tuti, ez a jó! Ez a jó! És mondtatok egy valami olyat is a szombati adásban, hogy hogy volt ez a gerebjés? Valami ja, hogy gerebjés? Puncsot ettem ebédre! Szájba vert a gerebje! Ez az a nagyon korrekt a brigád! Na srácok, akkor megint énekelni kell, de mondjátok el, mit akartok nyerni? Hanyan vagytok most? Négyen vagyunk. Négyen, és nem akartok semmit nyerni, azt hallom hátul. Mi akarunk csak igazán nyerni. Ti akartok csak igazán nyerni? Hát. Jó, rendben van, na akkor figyeljetek, nem kell más tenni, énekelni, ahogy szombaton is tettétek, és okay. Nagyon jól csináltátok. Nincs meg nektek az a szám, a Pedro kocsmájában, azt nagyon tudnánk. A Pedro kocsmájában, az nincs meg, ez ki énekelte? Ki énekli ezt a Pedro kocsmájában? Hát, fogalmam sincs, ki énekli, de ez nagyon jó. Jó, nem baj, a Pedro kocsmájában nincs meg, mi van bekészítve, Norbi? Bármit bekészítünk, mondjátok, ti választatok valamit, hát ha megvan, és azt fogjátok énekelni. Mondjátok. Shy Guys, énekeljetek Shy Guys! Énekünk Shy Guys! Nem a te hibád lesz, tehát nem a te hibád a Shy Guys-tól, azonnal oda fogjuk készíteni nektek, srácok, azon. Ez a mit szólsz ehhez a Shy Guys-hoz? Jó. Így van, akkor legyen egy Shy Guys! És Norbi már készíti nektek, Norbi technikus kollégám már készíti, és fogjátok énekel. Na és akkor a nyeremény, azt beszéljük meg gyorsan, mi legyen a nyeremény? Valóban van belépőt, nem tudtok? De belépőt tudunk adni, és most szombaton Highlander Sárospatak. Messze van? Nem bírunk hazacsúszni onnan. Nem bírtok haza, úristen. Mezőköves közelebb, Mezőköves Ramada. De még közelebb. Azt mondják itt, hogy még közelebb, mert nagyon berúgnak a fiúk. Tényleg? Hát akkor a kandóbára tudni, de arra nem, mert arra nem. A kandóbára azért nem tudok, de elment a négy fiú belép. Maradt négy lány, egy lányok úgyse telefonáltak ez idáig. Jó van, hát akkor figyeljetek ide, akkor odaadjuk a négy darab. Magam. Na akkor a négy darab lány belépőt megkapjátok, majd fogunk szólni, hogy ezzel ki fogok bemenni. Oké, rendben van, akkor indul nektek a nóta a ságáztól, és a négy darab lány belépő a tiétek lesz. Nagyon figyelünk! Na gyertek! Vagytok? Itt vagyunk! Acsaljuk! Én is éneklek veletek, srácok! Meddig éljek, tovább még ülhet! Ez a te hibád, hogy szükségem marad! Elgézzó nélkül, hogy más hibád! Ha ne fáj nekem, ha nem vagy itt velem! Tovább! Nagyon jók voltatok, srácok! Megint hoztátok a formátokat, Karjász, mit hozta ez a csapathoz? Még vele kell melegedni. Mi, ez csak a kezdet? Ők nagyon korrektek, hallott, hát szombaton már bizonyítottak. Esetleg végétől?
Még jó, aztán lehet bármi lehet. A pimpától a trombitás Frédi. Az nincs meg nekünk sajnos, a pimpától a trombitás Frédi még nincs meg, de be fogjuk szerezni. Vesziáktól, azt nagyon tudjuk. Mit szólnátok a TNT-től a Bele vagyok zúgva című? Az jó, az jó. Nekem Ringo karcsum és mit tudom én, milyen derekam van. Az a jó, az a jó. Lumbago. Nagyon korrekt a csapatkar ez. Nagyon jók, és már indul is a nóta. Rózsa Bimbó nem mer ide jönni énekelni most. De ott van a Rózsa Bimbó, a hölgyike? Van egy hölgy velük, ezt azért mondjuk el. Gitárra szól mindjárt, Mondjátok el azért, és ezt én is elmondom neked. Sterbinski nem volt itt szombaton, és ő nem hallotta, van egy hölgy is a csapatban, vagy lehet, hogy nem egy hölgy van, de a hölgy félmesztelenül ült az egész brigádban, és mondtam neki akkor, hogy akkor talán kint van a Rózsa Bimbó, és azóta ő Rózsa Bimbó. Azt hiszem, hogy ó, a Rózsa Bimbó lehetnék, rám szállának szépen a lehetnék. Nagyon korrekt, igen, miket adjunk kicsi neki? Kicsi szívem értük. Na, indul a TNT, gyerekek, indul a TNT. Indulhat. Figyelünk nagyon. Yeah. És ezt a szakállával csinálja a srác, nem érted a szakállával? Recepter. Újra itt a szőrös banda. Így van, a szőrös banda, mert én elnöveztem szőrös bandának. Igen. Nem lehet más, én nálam a jobb éjjésze a hatalom. Ringo csirből gazdul, de érkeztünk mindig a szalom. Véget, pontja, jobb véget, ha elvillad az ablakom előtt. Pá, 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 leszed, ilyenkor hova teszed, akkor is megszerzem őt. Gyerünk, tele vagyok zúgva az erősem. Egy kevésben ebben csak őket keresem. Nagyon korrektok csapat. Csak ő kell nekem. Jaj, nagyon jók voltatok, srácok, nagyon jók voltatok. Ha belépj a tiétek, szerintem adjunk az egész csapatnak egy dedikált Sterbinski képes lapot. Ezt nagyon köszönjük. Tehát mindenkinek dedikálni fogja. Ezek után ne csodálkozz bármit. De halljátok? Tehát Karesz azt mondta ezeket. Halljuk, persze. Ahogy gond van. Na? A szomszédok feljöttek most épp. Felmentek a szomszédok? Hála bár. Na akkor mondjátok meg a szomszédoknak, hogy hallgassák ők is a rádiót, és akkor elmondják. Nem jött be, és ez a tuti, ez a jó, és maradjatok a vonalban legalább egyik őtök, jó? Oké, maradok. Ez a tuti, ez a jó, köszi. Köszi szépen, sziasztok, és hívjatok még, ha akartok. Az este folyamán 431-300 és folyamatosan játszunk.